Üdvözlök mindenkit legújabb sorozatom második részében, melyben kicsit tovább gondoljuk az első rész tartalmát, és kiterjesztjük a földön kívüli élet megjelenését valós gyakorlatba, vagy valami olyasmi. Az előző rész csak egy rövid eszmefuttatás volt arról, hogy hol és miként alakulhat ki az élet a földön túl, ebben a videóban azonban a nagy szűrővel fogunk foglalkozni. Biztos vagyok benne, hogy sokan sok helyről már hallottátok a nagy szűrő fogalmát és témáját, amennyiben foglalkoztatok a földön kívüli élet kérdéskörével. Sokan tévesen kezelik a fogalmat és rosszul használják azt, most viszont a nagy szűrő egyik lehetséges szitáját fogjuk megnézni, egyet a sok közül. A nagy szűrő azon akadályokat jelenti, amin át kell mennie az életnek ahhoz, hogy fennmaradhasson, vagy egyáltalán kialakulhasson. Nagy szűrő lehet egy kihalási hullám, rendellenes naptevékenység, technológiai akadályok, vagy valami egészen más, számunkra eddig ismeretlen és felfoghatatlan dolog. Fogalmát azért vezették be, mert kell, hogy legyen valamiféle akadály, ami szinten tartja az értelmes fajok fejlődését és kialakulását, máskülönben a Földet a több milliárd éves történelme alatt már rég meg kellett volna látogassa egy másik fajnak, ami azonban legjobb tudomásunk szerint nem történt meg. Az univerzum történelme alatt már számtalan olyan faj kialakulhatott volna, mely képes a csillagközi utazásra, és a sok milliárd év alatt idejük is lett volna ide-oda utazgatni, ennek nyomait azonban sosem fedeztük fel, vagy nem észleltük. Így hát lennie kell valamilyen leküzdhetetlen, vagy majdnem leküzdhetetlen akadálynak, ami megakadályozza egy csillagközi civilizáció kialakulását. Azonban, ha egy csillagközi civilizáció nem is, mint ahogy azt az előző videóban már megbeszéltük, maga az élet simán kialakulhatott bárhol, hiszen a körülmények nagyon sok helyen megvannak rá. Több elmélet is született már arra, hogy vajon mi lehet ez a leküzdhetetlen akadály, és az, hogy a fejlődés melyik stádiumára teszi egy kutató ezt az akadályt, az attól függ, hogy mennyire utálja az embereket. Ma a saját elméletemet mutatom be nektek, ami eléggé optimista jellegű, ugyanis szerintem már elhagytuk ezt a szűrőt, ráadásul nagyon-nagyon rég. Ezen nagyszabású elméletem a mára már igen elfogadott endoszimbiogenezis elméletére támaszkodik. Ez a kimondhatatlan nevű elmélet azt mondja ki, hogy olyan sejtalkotók, mint a mitokondriumok vagy kloroplasztiszok, melyek nélkül összetettebb eukarióta élőlények, így te vagy én sem létezhetnénk, egykoron prokarióta szervezetek voltak, amik együttélés folyamán az eukarióta sejtbe épültek. Illetve ennek az elméletnek egy alváltozata azt mondja ki, hogy korai mitokondrium vagy kloroplasztisz nélküli eukarióta sejtek bekebelezték ezeket az egysejtűeket, amikből a mitokondriumok vagy a kloroplasztiszok lettek, és ahelyett, hogy megemésztették volna őket, ahelyett bennük maradtak, és szimbiótaként együtt éltek. Ezen sejtalkotóknak mind a sejt energia gazdálkodásában van jelentősége, és nélkülük nem jöhettek volna létre összetett élőlények. A mitokondriumoknak a sejt energia előállításában és raktározásában van szerepe, a kloroplasztiszok pedig a fotoszintézist végző sejtszervecskék nyilvánvalóan növényekben. Mindkettő megléte a földi élet alapja. Ha igaz ez az elmélet, és ezek az egykoron prokarióta szervezetek voltak, amik beépültek az eukarióta egysejtűekbe, ami nagyon is igaznak tűnik, hisz saját DNS-ük is van, akkor semmi sem garantálja, hogy ezen folyamat más bolygókon is végbe mehet, ha pedig máshol ez a folyamat nem játszódik le, akkor összetett élet sem alakulhat ki. Ha pedig nem alakul ki intelligens összetett élet, nincs kivel kapcsolatot teremtsünk, de persze, ha úgy gondolod, beszélsz a baktériumok nyelvén, még lehet esélyed. Tehát ez az elmélet kimondja, hogy ez így történt, másmilyen egysejtűeket kebeleztek be a korai eukarióták, viszont nyilvánvalóan nem tudjuk, hogy ez milyen eséllyel megy végbe. Vannak, akik szerint így is úgy is megtörtént volna, és vannak, akik szerint nagyon-nagyon apró véletleneknek az ezrei hozták létre ezt a különös jelenséget. Én magam is közéjük tartozom inkább, és szerintem is, ha belegondoltok, milyen esély van arra, hogy egy sejt bekebelez egy másikat, és az a másik sejt az ő önmaga sejtalkotójává válik. Így hát szerintem nagyon kis valószínűséggel megy végbe más bolygókon is ez a folyamat, ahol végbe megy, ott semmi nem garantálja az intelligens élet kialakulását, meg egyáltalán az összetett élet kialakulását, amennyiben viszont nem megy végbe, úgy még több sejtűek se nagyon vannak.
ezek alapján szerintem ez az elmélet igencsak megállja a helyét, meg hát a sajátom, ezért nagyon büszke vagyok rá. Bár igaz, hogy több helyen én is olvastam hasonló véleményeket, sok helyről szedtem az inspirációt, és vannak, akik szerint az endoszimbiogenezis megjelenése gyakoribb lehet, mint gondolnánk, és igaz, hogy véletlenszerűen, de többször is végbe ment akár a Földön is. Ennek ellenére szerintem ez a legészszerűbb része a nagy szűrőnek. Ha belegondoltok, hogyha ez nem megy végbe, akkor még több sejtű élet sem nagyon van, ha viszont végbe megy, akkor semmi nem gátolja meg az égvilágon jobb formán, hogy intelligens élet alakuljon ki. Remélem, hogy ma is tudtam bennetek gondolatokat ébreszteni, hiszen ez a sorozat célja. Elmélkedjünk, töprengjünk, és jussanak eszünkbe ilyen gondolat nevű dolgok, amiket akár tovább tudunk vinni. Amennyiben beszélgetni, esetleg értelmesen vitázni szeretnél a témáról, vagy el akarod mondani a véleményedet, remélhetőleg kultúrát formában, azt a Discord szerverünkön megteheted, aminek linkje ott van a leírásban. Én Darkest voltam, sziasztok!